Igen, Isten mindent irányít, meg a fűszál se mozog Isten akarata nélkül. De ugyanakkor ez belől ember is tud dönteni. Ő irányítja a világot, ő adja nekünk a törvényeket, hogy hogyan lehetünk boldogok és büntelenek, ez ő irányítja, de mégis adja lehetőséget, hogy mi döntsünk, hogy követjünk az ő irányítását, vagy mi szeretnénk saját magunkat irányítani, ami sokszor szenvedést okoz, ahogy látjuk mostani a világnak, a körülötte körbenézzünk, hogy mennyi sok probléma és szenvedés van. Ez amikor ember Isten irányítást lemond, és Isten irányításáról magába bízik, akkor csak hibázik, és elkezd szenvedni. Szóval az Isten irányítása az mindenkinek a javát szolgálja. Hogyha mindenki szabad akaratán alapján eldönti, akkor boldogság és béke lenne a világban, a bőség, nem lenne éhség, nem lenne válságok, de amikor ember gondolja, hogy ő okosabb, mint Isten, tökéletesebb, erre van jóga így gondolni, na, erre van szabad akarat, és akkor ő nem akarja követni Istennek a útmutatását, irányítását, akkor ennek van következménye, és erre maga ember felelős. Akkor, hogy, ahogy látjátok, hogy összefér Istennek az irányítása és a lelkeknek a szabad akarata.